Távét is lehet, hogy Szamárral akar menni az OKT-n. Ne baszd meg, Szamárral. És egy cikk is van róla. Szeretném felhívni a figyelmet a szamarakra, és megkedveltetni őket az emberekkel. Emellett pedig egy szamár rezervátum alapítás és a célja 19 évesen. Várjál, a szamár kaphat pecsétet? Nem hiszem. Hát, hogyha 6 év alatti gyerek csak kapott, akkor szerintem a szamár se. Ez milyen igazság, tehát megcsinálja is a távot. Hát, ja, rohadt életben. Facebook oldala is van, ott vagyunk már. Figyeld a Facebook oldal nevét, érted? Ott vagyunk már, tudod? Jó estét kívánok mindenkinek, szavaztok. Ez itt nem a, hogy írtátok, PP-s irató stream, vagy mi volt itt a kommentben? Ja, szóval igen, ez utolsó stream, de nem kell sírni, hát nekünk is kell egy kis szünetek, kis pihenés. De ahogy beszéltük, majd valószínűleg, ha sikerül, akkor beiktatunk azért a nyári szünetben egy-két ilyen ad-hoc streamet, majd meglátjuk, még nem tudjuk pontosan, hogy lesz, de lényeg, hogy most még itt vagyunk, vagyis hát itt lennénk, csak hát egyedül vagyok, mint látjátok. Ez van, ez a helyzet. Elvileg Danival lesz az első rész, és Laci jön a második részre, de már hallottam, hogy itthon van egyébként, mert hallottam, hogy becsapta a kaput, de hát gondolom nem fog 8 előtt ideérni, úgy beszéltük, hogy ő majd jön a második részre, és akkor elbúcsúztatjuk ezt az évadot. Sírok én is, pedig tudom, szükségetek van a pihire. Hát ja, ez olyan, hogy csinálhatnánk egyébként nyáron is, de csak azért nem akar úgy csinálni, hogy muszáj legyen, mert abból megint nem lesz semmi jó, tudjátok, azért néha a jóságban is kell egy kis szünetet tartani. Meg hát azért nincsen leállás. Talán lesz az én csatornámon videó most már, hogyha így nem lesz PP, úgyhogy a videógyár az haladni fog, csak itt a PP-n kicsit kevesebb lesz a dolog. Ja, meg majd TikTokra rakjuk ki a shortokat, amikkel így készültünk, mert ugye el van rakva egy pár, hogy legyen így a szünetre is, úgyhogy majd ott lehet nosztalgiázni. Plusz szerintem nagy része itt lévőknek, a nézőknek nem látta az első két évadot valószínűleg, vagy ha igen, akkor nagy respekt, úgyhogy van mit visszanézni. Lehet, hogy annyira nem aktuális témák, de van egy jó pár részünk, majd a következő adásban megnézzük, hogy milyenek voltak a statisztikák a harmadik évadban. Jó, nem fog nagyon belemenni, ne aggódjatok, az nem kell azért elkapcsolni. Milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a jó barátok, egyet dumcsizunk, ennyike. Itt van Zoli, csá, Zoli, lesznek bikinis PP videók a nyáron. És ki lesz bikinibe te? Azt meg fogom nézni, rossz lesz. Ott is jó vihar van. Volt egy kis eső, rohadtul meleg van, már hogy ilyen sztrópusi idő van kb. Nálunk. Hello, sziasztok! Megkaptam az üzenetet, Zsuzsi, a hangüzenetet, úgyhogy lesz egy pár hangüzenet. Még nem késő, aki nézi a streamet, lehet nekünk hangüzenetet küldeni Instán, és akkor az benne lesz majd a stream második részében, tehát ugye a következő YouTube videóban. Nem voltatok túl aktívak, de azért jött egy pár, de hát ez az aktivitás, ez máshol is mondják, hogy nehezen lehet ilyen nézőket rávenni ilyen aktivitásokra, főleg, hogyha hangüzit kell küldeni, lehet, hogy a sima Q&A az egyszerűbb lett volna, de mindegy. Majoros Attila leírja, ha kész lett a kerti zuhanyzó, akkor már lehet közös fürdő stream Lacival, kis virsli party. Ja, azt megcsináljuk. Nem, az vágott videó lesz, neki kell blőrözni. Tudod, aztán streamben nem tudjuk megoldani. Nem fogunk helikopterezni? Nem. Egyébként nekem írt egy ismerősöm, aki ért a témához, és mondta, hogy nagyon-nagyon be kell vizsgáltatni azt a vizet a helyi ANTS-nél, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, ma már be lehet vizsgáltatni igazából. Úgyhogy, mert nem annyira biztonságos, mint amennyire Laci azt gondolja valószínűleg. Nyára van-e valami utazós terv, baszatáskán kívül? Nyáron utazós terv, hát ugye nekem lesz a Balaton Bike Derby, az mindenféleképpen, ha az annak számít, nincs más, nem tudom, dolgozok, dolgozni kell. Laciék nem hiszem, hogy mennek valahova, Danit meg nem tudom igazából, majd megválaszolja a kérdést, hogyha itt lesz, ha megérkezik egyáltalán, mert lehet egyedül fogom nyomni ezt az adást, nem tudom, hát ha valaki hallja, Dani, Laci valaki, akkor gyertek, mert itt egyedül lesz kommentolvasgatás, de mindegy, el leszünk a nézőkkel. Várlak titeket a Balatonon, Viki 716, jó, ha leszünk, akkor írjál, akkor kirakjuk Instára, és akkor mindenféleképpen írjál majd ránk. Mindenkit fogunk tájékoztatni előre, meg ugye ott lesz a Panyola Fest is, azt is, hát mondjuk az, hát az lehet, nem tudom, lesz a streamelve, de fel lesz véve, remélhetőleg. Lehet oda is jönni, minket megnézegetni. Ha Kapolcsra is megyek, az elég valószínű, bár ott valószínűleg csak egy hétvégére, úgyhogy ott is össze lehet majd futni velem. Nem tudom melyik hétvégén, de aki beköveti Instán, az úgy is látja, hogy mit csinálok, úgyhogy Kapolcson én ott leszek valószínűleg. Koros jön majd a Csepeli nem hivatalos melegbárba, onnan csinálunk live-ot. Jó, de akkor a TikTokodon fog benni, Zoli, nem a mi csatornánkon. Balaton Bike Derby mikor lesz, nem tudom. Mindjárt megnézem. Valahogy akkor, amikor a baszatáska szokott lenni, augusztus itt volt, 23-25,
24, augusztus 23, 25, igen. Úgyhogy a baszatáska az nem tudom mikor lesz, de nem akkor. Mert ugye én akkor is Balatonon leszek, csak kicsit máshogy. Kollos, megértjük az igényeidet, vezeted a Savó maffiát, Rózsit, Pépét és balkézről is beválasz. Pár kényes melót kell, két hónap, rendben. Találj szónynak valót a nyáron. Ámen. Köszönöm. Ja, hát igazából ez a két hónap arra fog szólni, hogy dolgozni fogok gyakorlatilag, csak nem fog Pépét csinálni. Úgyhogy ennyi. De a többi az... többi munka ugye az ugyanúgy ott van, de nem baj, így is lesz azért egy kis pihi. Próbálok majd többet kijárni, mozogni, meg ilyesmi, mert az nagyon rám fér, úgyhogy ennyi. Na, csá, megjön Dani. Lehet, hogy én is tudok menni Balaton Bike Derbyre? Na, a zsír. Ott ala. Oké. Okay. Sajt, az lesz, nem kell aggódni. Igen. Gyomai Volkswagen Bogár találkozó, az első hétvégéjén. Én még soha nem voltam. Nem tudom. Akkor lehet, hogy nem érek rá. Még. Egyébként. Én még soha nem voltam. Nem. Szóval felkapcsolom a lámpát szerintem, mert elég furán nézünk. Rossz a fény. Ráncsült a nap azért, mert nem búztam el a... Hello, sziasztok! Függönt. Mi történt? Lass volt az autó? Most? Ja, nem, csak később értem haza, tegnap is, ma is, aztán... Jó kifogás. Lehúzzam a reddőnyt. Nem, jó az így. Végig nyomtam ma az egész napot, képzeld el. Azzal a munkával, amit majd fogok csinálni. Most jutott nekem is egy szabad gép. Volt feladat is. Csináltam. A végére már egész magammal legalábbis elégedett voltam, még azért nem túl. Izgalmas dolgok történtek. Tempós, de ja. Pogi palota, azt kérdezik. Tegnap ma sült ki egy adag, de ja, a pogi palota az. Hát azt kéne ebbe röfenteni, az igazi pogi palotát. Én nem vagyok olyan vállalkozó szellemű, mint te. Én csak ilyen megyek a gyárba, megcsinálom a 8 órát, azt viszontlátással nekem elég ennyi az életből. Egy komment neked, sziasztok Dani. Tudom, már nem aktuális, de nem tudlak beintézni már a Ladányi Henkel. Picsába. De várjál, még évvégéig menni fog, nem? Még fél évig, ja. Még addig hátra vesznek fel új munkaerőt. Hát, az ilyen nagyon last minute munkaerő lesz akkor. Valószínűleg. Augusztusban lesz gyártás, utána semmi. Augusztustól már gyártása lesz? Na hát akkor. Ja, lehet utána csak raktár lesz. Hát már mindenfélét beszélnek. Már akkumulátorgyár lesz, meg mészáros gyár lesz. A Staci mondta az akkumulátorgyár. Másik vegyipar gyár lesz. Én másonnan is hallottam, úgyhogy lesz itt minden. Ez már két ember mondta, figyelj, az már lehet, hogy... Az már lehet, hogy... Lesz egy valami. Lehet, hogy lesz valami. Mészárosnak egy akkumulátorgyár, olyannyi még úgy sincs. Vagy van? Szia, Lőrinc. Biztos van, van annak minden. Kinek? Milyen sorozás? De hol? Sorozás. Van egy cikk egyébként erről. Már megint hol akar? Horvátországban. Minek? Rá is menjünk? Akkor rámehetünk, mert ez engem zavar, de... Miután Szolnokon bezárt, Szolnokon is volt Henkel? Nem valahol környén volt, vagy hol? Vagy ez már régen volt? Lehet. Nem tudom, környének írták, hogy Amaton a másik üzem. Ja. Úgyhogy a Szolnokiról nem tudok. Mi csak azt tudjuk, amit a nagy górék mondanak, de remélem az igaz, hogy segítik majd az ott dolgozókat, aki szeretne, jöhet a környeibe. Hát jó, de most innen akkor hogy fog elmenni a környeibe valaki? Igen, meg azért, akinek itt van a háza, a hitele, itt van a családja, vagy egyébként sem olyan mobilis. Ez a fő probléma, hogy a társadalom innen, nagy része Magyarországon nem mobilis. Innen, ha valaki elmegy környére dolgozni, Henkelbe, innen senki nem fog elmenni. Ez már most. Nem, most mondom. Másfajta néplélek uralkodik. Itt, ráadásul egyre kevesebben vagyunk a megyébe, tehát ez alapból egy kivándorló megye, brutális módon. Úgyhogy itt a fiatalok elmennek, aki meg dolgozó, munkaképes korú, az meg már vagy itt dolgozik, vagy Frankfurtba, nem tudom. Vagy Budapesten. Vagy Budapesten, igen. Most pont képzeld el, ahogy bedigitalizáltam az obadai videót, amit mondtam. Laci, a múltkor itt ránéztünk, és aztán elküldtem a régi osztálytársamnak, akik ugye rajta vannak a videón. Volt egy óvodatársunk, egy lány, és azt próbáltuk megfejteni, hogy ő kicsoda, és sikerült megfejteni, és meg is találtam Facebookon, és el is küldtem neki, mégis senki nem találkozott vele azóta, 1995 óta. És, az igen. És írtam rá, de még nem válaszolt, majd lehet megkeresem Istán is, mert elküldtem neki ezt a videót, kíváncsi leszek rá, hogy... Lehet, hogy nem véletlenül nem találkozott veletek. Már odában is kecsegek voltunk, vagy mi? De nem tudom, hát figyelj, ha nem érte utol senki, lehet, hogy nem volt már kedve. Az egyik lánynak állítólag Ivi-ben ismerőse volt még annó. Ivi-ben, jó Isten. De hát az sem most volt, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy el tudjuk-e érni a lányt. Majd mesélek a sztoriról, később lesz valami fejlemény, de azért ez nagy menőség lenne, hogy tehát így 30 év után így egy ilyen óvodai videót megnézni. Én biztos örülnék neki amúgy nagyon. Hát fura lenne visszanézni magamat. Már a régi képeket is fura visszanézni. Na, nézd meg itt, csak a...
Írnom kell, az? Már Luxemburgban is mondják, hogy mehetek. Van kaja? Vagy kaja? Munka? Ha baj van, akkor igen. Palacsintában nagyon Luxemburg mellett mindig van hely dolgozni. Na, tessék, ennyi. Kőszegen is jó a vétel. Dánia, Luxemburg. Hát figyelj, van itt lehetőség. Hát ennyi, Dani. Itt csak ugrani kell, akkor viszont PP az off. De hát ne küldjétek el Danit innen, mert akkor nem lesz adás. Vagy csak minden második héten lesz Lacival kb. Vagy egyedül leszek. Vagy alkalmazod a technológia csodálatos vívmányait, és online veszük fel az adást. Az sose olyan, tudod. Ez a te fejedben nem olyan, de a mondani való a lényeg még mindig. Hát, de az én fejemben ez nem működik. És én vagyok a gyártásvezető, úgyhogy ez... De azért állítod, amikor a chat van, hogy nem te vagy a főnök. Én a gyártásvezető vagyok. De a háttér munkában részt lehet venni, azon kívül én a gyártásvezetem a témákat, a kamerát, a vágást, meg minden mást. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok a főnök. A Apple-nek se Tim Cook a főnöke, ő csak vezeti. Azon kívül vannak. De mi nem vagyunk az Apple. Hát nem, de mi is egy... Na jó, de adás akkor van, amikor te döntöd el, hogy van. Adás az mindig van. Áthelyezni nem lehet. Hát mert miért helyeznénk át? Hát mit tudom, múltkor például Laci nem jött, akkor nem az volt, hogy áthelyeztük az adásnapot, hanem lemondtad. Na jó, ezt engedjük el, azt mondtam, hogy az utolsó részre. Igen, Dani külföldön zöld háttér előtt ül, és majd ügyesen megoldod, mintha melletted ülne. Ezt mondom én is, hogy amúgy egy csomó jó technológia van erre. Ja, igen, jó. Majd akkor csináltok saját podcastot. Te vagy a tech-guru, nem? Azt hittem, örülsz. Nem olyan. Most, ha beszélsz valakivel videócseten, az milyen? Ugye nem, mintha itt ülnél vele szemben? Nyilván, hogy nem, persze, hogy nem. Hát akkor meg... De attól még, ha csak maga az adásgyártás a cél, vagy hát az, hogy közben... Nem, csak az adásgyártás a cél, nem az, hogy együtt legyünk, és én megbeszéljük a dolgokat. Nem lenne az igazi, hidd el. Hát nem lenne olyan spontán, nem lenne olyan. Meg lehetne oldani, de nem lenne olyan. És akkor meg, csak azért csináljuk, hogy muszájból, akkor meg annak megint nincs értelme. Érted? Jó, hát mondjuk egyelőre ez a veszély nem fenyeget, úgyhogy... Ja. Nem tétel. Spotira nem akartok visszatérni, jövőre nem. Nem térünk vissza Spotira, bocsi. Azt már elengedtük régen. Nincs. Mi az? Ted. Csinálhatod, Dani, hogyha szeretnéd a Spotify-t. Hát nem, köszönöm. Na, akkor nem lesz Spotify. De amúgy, ja, mindegy. Spotify-on nem leszünk, mert Kolosnak elég megcsinálni azt, amit megcsinál, és mindig elfelejti a Spotify-t, plusz nem akarjuk már tovább osztani a nézettségünket, így is Twitch-en is, meg YouTube-on is néztek minket, és elég az a két platform. Tessék venni YouTube Premium-t, és akkor ott lehet hallgatni. Meg szerintem már a YouTube Music-on is lehet lassan hallgatni podcasteket, nem? Felrakták, szerintem még nem rakták fel. Mondták, hogy fent lesz, de nem tudom, még nem találkoztam vele. Ugye magunkra keresek, és akkor meglátjuk. Ugye, itt vannak dolgok, puszta podcast, első évad, második évad, podcastek, mindent mutat. Itt vagyunk, de hol a harmadik évad? Ezt simán lehet hallgatni. YouTube Musicon ott vagyunk, ezt nem is tudtam. Tessék. Úgyhogy ott vagyunk YouTube Musicon, bár nem akartam, de ott vagyunk, de azt szerintem, hogy valószínűleg ugyanilyen megtekintésnek számít, mint a... Hát gondolom. Mint a YouTube-os megtekintés. De Spotify-ra már nem fogunk menni. Mindent körülelő szalonna szagot nem adja vissza a Skype. Így van. Hát az sajnos a stúdió se, pedig az nagyon finom. Mennék egy kis szalonnát most. Ja. Na, beszéljünk a katonaságról, mert mindjárt itt van Laci, aztán kezdhetjük a második részt. Szóval Horvátország. Minden készen arra, hogy Horvátország 2025. január 1-től bevezesse a sorkatonai szolgálatot. Már csak politikai jóváhagyásra van szükség. És akkor azt írja, hogy valamivel, hogy van, itt van 900 euróval, több mint 350 ezer forint, rámelték az önkéntes katonai szolgálat teljesítők juttatását, ami várhatóan a kötelező sorkatonai szolgálatot teljesítők számára is ugyanannyi marad majd. Valami 2-3 hónap lesz, igen. 2-3 hónap lesz. És akkor 900 eurót kapnak, de hogy? Összesen? Vagy havonta? Az nem mindegy. Mert ha összesen, az nem túl sok. Igen, és akkor azt írja, 2008-ban törölték a sorkatonaságot, van egy ilyen rész is, hogy aki nem hajlandó fegyvert fogni, gerebjét és kapát vesz majd a kezébe, vagy zsákot hord a gátakra árvizelni védelemre, mondta a miniszter. Szóval nem muszáj fegyvert viselni, hanem lehet ilyen önkéntes civil munkában is ezt megcsinálni, csak akkor több ideig fog tartani. A lényeg az, hogy azt írja, hogy muszáj részt venni az államnak a... Fent azt írta a szöveg, hogy a védelmi feladatok meg a hadsereg létszáma. Hát itt az a helyzet, hogy a fiatalok, mint mi, meg a nálunk fiatalabbak, nem akarnak
katonásdit játszani, hogy aztán véletlenül meg kell endögölni a fronton. Védelmisek meg, aki úgy gondolja, hogy a háború egy kurva jó dolog, meg a politikusok, akiknek szüksége van a hadseregre, azok meg most szomorkodnak, mert a gépezet így nem fog működni. Mondjuk, ha meg lehet pótolni könyvítés munkával, akkor sok értelme úgy nincsen, de... Hát ezt gondolom arra kell, hogy vagy kimész lapátolni, és akkor 6 hónapot baszod el az életedből, de ugyanúgy felvesznek állományba. Mondjuk én azt azért adom, mert legalább meg tudják, hogy mi az a munka, bazd meg. Ott akkor kimennek lapátolni, azt jó napot. Ennyiből van értelme. Ez milyen bumerozállás? Szerintem a fiatalok is tudják, hogy mi a munka, csak ők másképp hát, dolgoznak. Igen, mert a falun élsz, és látod, hogy hogy dolgoznak az emberek. De aki belvárosban nő föl, azt szerinted mit lát ezekből? Nem akarok senkit most ezzel lebecsmérelni, de lehet, hogy az nem árt mondjuk. Én sokat támogatom a sorkatonaságot, de ez az önként, hogy ez a szociális munkás dolog, ez szerintem ez lehet, hogy nem hülyeség amúgy. Figyelj, te is dolgoztál szarhelyeken, nem? Hát, ja. És megtapasztaltad, hogy na, akkor most ilyen helyeken nem fog dolgozni. És ezért elkezdtél, mit tudom én, jobban képezni magad, vagy valami, hogy tudod, hogy milyen a szar, és akkor ezt nem akarod csinálni. Na jó, de most oké, hogy csinálok valami munkát, de mondjuk itt arról van szó, hogy kiküldik őket zsákot pakolni, csak azért, hogy amúgy a kurva hadseregben legyen elég ember, hát ha majd ölni kell néhány szervet. De most ez külön van a hadseregtől, hogyha nem akarsz oda menni, akkor csináltad ezt hát a másikat. Ez külön, ez benne van. Ezt be akarják rakni, hogy az is be van az állományban. Civil szolgálat. Hát ja, civil szolgálat, ugyanúgy felvesznek az állományba, meg ugyanúgy felveszik az adatodat, hogy amúgy te majd besorozható vagy, hogyha éppen a szerbekkel, mondjuk a horvátok egy kicsit kakaskodni akarnak, vagy a bosnyákokkal. Tehát, hogy ez megint arról szól, hogy akkor vegyük létszámba azokat, akiket majd lehet küldeni a vágóhídra, mert megint nem bírnak a vérükkel a kurva politikusok. Ebben igazam a Lacinak, hogy ha visznek, akkor úgy is visznek. Vigyék a jó kurva anyjukat. Hát jó, de ez nem így működik, tudod? Dehogy nem. Ki lehet menni az országból még sok helyen. Szerintem a sorkatonosság legyen egyéni döntés. Aki akar, megy, aki nem, az nem kész. Hát igen, de akkor ez meg már nem sorkatonosság, hanem ez hát a, az, ami most van. Működik egyébként. Sokkal többet ér, mert amúgy igen. Meg milyen katona az, aki nem akar harcolni, amúgy az orosz fronton is. Tanulságos, úgymond tanulságos volt, mikor az első fél év, az első évben, hogy belátottak egy csomó fiatal oroszt, olyanokat mondjuk, mint mi, akik egyébként nem szívesen akarnak megdögleni egy fronton, meg úgy általában a hadsereghez se akarják, hogy közük legyen. Hát nem is nagyon haladt az orosz offenzíva, mert ők nem nagyon akartak megpusztulni, meg fél lábbal, meg fél szemmel, fél holtan élni utána. Hát úgyhogy az milyen katona, aki egyébként nem akar úgy harcolni, úgymond. De az még oké, hogy mész gátra pakolni, de akkor is arról szól, hogy ezt a rohadt hadsereget működtessük meg a fegyvergyárakat. Hát én sem lenni boldog, hogyha ezt innen vezetnék, de ja, inkább akkor már a civil szolgálat, mint a fegyverkezős dolog. Hát ha nagyon muszáj, akkor igen, de nekem ez akkor se tetszik. Kérdés, akkor mindenkit behívnak, vagy csak aki most 17-8 éves? Hát ez egy jó kérdés, ezt a horvátoktól kell megkérdezni. Hát lehet, hogy felmenőrendszerbe csinálják. Aki most 18-ost elkezdik, és utána mindenki, aki betölti aktuálisan a 18-at. Felelősen kell cselekednünk, és nem téri álmot aludnunk, akkor, amikor válsággócok vannak mindenütt, ezt mondta Andrej Plenković, ha jól lejtem ki a nevét, miniszterelnök. Ja. Nagyon szép. Igen, azt mondja, egyik rokonom még refes volt, azaz verekedett a kocsmában, elvitték katonaságba, és fegyvert nem kaphatott, őrségben volt, de csak egy lapát volt nála, jött a sötétben egy ember, kiabálta, állj vagy lövök, nem állt meg. Ja, azért mert lapát volt nála, hogy mi? Lehet, hogy nem vették komolyan. Igaz, hogy szinte senki nem menne, de aki akar, az mehetne. Hát igen. Régen mi volt a Szovjetunió idejében, aki nem akart meghalni, és visszafordult, azt a sejtjei lőtték agyon. Ilyet a keleti fronton. Az szép. Az szép módszer lehetett. Hát de az már masszívan benne volt a háborúban. Mi ez a lehúzós hangulat? Gyere, Laci, aztán nyomathatjuk hát a második részt. Lehúzós, meg ne túl oldalra pofáz. A szomszédból vezettem át ezért. Jó, oké. Na, gyorsan még beazom akkor ezt a hírt nektek, ugyanis rám írt ma egy srác, és megtaláltam az Indexen is egyébként. Rám írt a srác, hogy Szamárral akar végigmenni, vagyis hát Szamárral akar menni az OKT-n. Ne bassz már, Szamárral. És egy cikk is van róla, most jött ne ki az Indexen. Vigyázzon a kínaiakkal, most kurva drága a Szamár. Most jött ki az Indexen, itt van a... El ne vigyék. Itt van a srác. Ő az, Patriknak hívják, és egy Szamárra fog menni. Nem végig akar menni, hanem Szombathelytől, valahova itt ő a Kiskunságban lakik, nem is tudom pontosan mit írt, szóval 400 kilométert szeretne
menni majd ásotthalom, odáig akar menni majd a Szamára. Ez tök jó, hogy szeretné felhívni a figyelmet a Szamarakra, és megkedveltetni őket az emberekkel. Emellett pedig egy Szamár rezervátum alapítás, és a célja 19 évesen. Nesze, nagyon király. Mondjuk egyébként jó befektetést csinál. Nem tudom, hogy beküldtem azt a cikket, de hát ugye a Kínába gyakorlatilag mindenbe hisznek, minden orvosság lényegében. Úgyhogy a szamárnak a, nem is tudom, a bőréből csinálnak valami kocsonyásított anyagot. Nem emlékszek pontosan, hogy van a cikkben, de lényeg, hogy ez valami nagyon jó kis hatóanyag, amit azt hiszem, hát úgy tartják, hogy a jót tesz a libidónak. Minden jót tesz a libidónak a kínaiak. Minden jót tesz a libidónak, nem tudom, de hogy a kínaiak egyébként millió számra ölték le Kínában a szamarakat, olyan szinten tartanak, hogy a világ szamárállományának a jelentős részét azt ugye ott tartották, az már nincs. Ügyik, és most egyre jobban felmegy a szamaraknak az ára. És most Afrikából próbálják felvásárolni ugye a szamarakat. Szamár hiány van Kínában. Ban is. De az a baj, hogy már most az egész világon, tehát, hogy... De durva, azt most így egyébként, ha belefog a szamártartásba, az egész jó jövedelmező biznisz lehet. Hát nem semmi egyébként, úgyhogy hajrá Patrik, hogyha meg tudod csinálni, akkor majd egy videót azért szeretnék veled csinálni, majd de szerintem rádírok. De ha nem, akkor is egyébként, mert ez elég érdekes téma, hogy szamára még menni. Kurva jó. Azt mondja, hogy... Várjál, a szamár kaphat pecsétet? Nem hiszem. Hát, hogyha 6 év alatt egy gyerek se kapott, akkor szerintem a szamár se. Ez milyen igazság, tehát megcsinálja is a távot. Hát, ja, rohadt életben. Kérdés, hogy vajon rajta lesz a mála a szamáron, és úgy viszi a srác cuccait, vagy a srác nem ő fel rá, gondolom, ezzel nem lehet ülni. Annyira. Hát, ha bringával nem lehet végigcsinálni, akkor szamára se lenne szabályos. Bár nem tudom, hogy ő akar gyűjteni pecsétet, persze. De ja. Az akkor már milyen. Végül is, ha viszi a cuccait, az szabályos, azzal nagyon nincsen gond, csak a lényeg, hogy végig kell sétálnia. Az, hogy a cucca hol van, az nem számít amúgy. Igen, szóval 400 kilométeres túrára indul Füles nevű szamarával. Igen. És akkor azt mondja, hogy Győrmoson, Sopron, Várnégyben található Rába Tamási környéke lesz. Mi? Ja, célállomás? Nekem mást írt a srác. Kolos is szereti a Stop Shopot, Vinci. A filmet? Jó. Ajaj, nagyon szeretem. Nem tudom, hogy milyen kötődése van a szamárhoz. Igen, hát az kemény. Az kemény rész, igen. Hogy is hívták a szamarat? Majd Vinci mindjárt megírja. Sexy Dög volt a csávó, és a szamár az pedig, már nem tudom, na mindegy. Szombathely és Ásotthalom között nekem azt írta, hogy akkor fog menni. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elég kalandos lesz, hogyha ezt meg tudja csinálni. Facebook oldala is van, ott vagyunk már. Ezt mondja meg is majd, nézzük. Amúgy egész jól csinálja, mert így nem neki kell vinni a táskát, meg a cuccokat. Igen. Figyeld a Facebook oldal nevét, érted? Ott vagyunk már, tudod? Ja, jó van, ezt akkor be is követjük. Igen, egyébként tanácsolom, hogy az Instára is csinálj, Patrik, egy Insta profilt, mert ott lehet, hogy több embert elérsz be, hát mondjuk a Facebookon is amúgy. Na, tessék, ott vannak a csacsik, nem tudom micsoda, nagyon kemény. Tök sok izé hírodalom fent van, nézd meg, sokszínű vidék, ott van. Most hír.hu, teljesen jó. Na, úgyhogy ez a helyzet. Indul a szamárbuli. Indul a szamársó. Na, hogy hívták a Sexy Dögnek a szamarát a Shop Stop 2-be valaki? Kelly, igen, Kelly és Sexy Dög. Kotrevák Kelly, igen, Kotrevák Kellynek hívták. Nem láttam a kettes részt, úgyhogy nem tudom. Az egyes láttad? Azt igen. Na hát olyan, csak még betegebb, ja. Kotrevák Kelly és Sexy Dög. Itt volt egy első kommentelőnk, első csetelőnk. Hello, Es Lilla. Végre én is élőben tudok nézni titeket. Pont hétfőn és szerdán este van mindig fix program. Kivételesen elmarad. Üdvözlünk a köreinkbe. Ez utolsó stream az évadban, de legalább most itt vagy. Jó, oké. Okay. Na, úgyhogy ennyi. Kotrevák Kelly és Sexy Dög. Szerintem ezzel zárjuk ezt a mai adást.